Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Először is megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai asztrológia szerint július elején a nap még az ikrek jegyében van, és az pontosan szemben áll a nyilas jegyével. Ez olyan, mint egy tükör, vagy olyan, mint egy mérleg. Itt kell a belső egyensúly, mérlegelni a dolgokat, bele kell tekinteni ebbe a tükörbe, hiszen az élet tükröz számotokra valamit, és a nap megvilágítja, láthatóvá teszi ezt a témát. Merkur bolygó és Vénusz bolygó az a bika jegyében van, holott Merkur bolygó el fog búcsúzni a bika jegyétől, és áttér majd az ikrek jegyébe, ahol szintén tükröződik valami a nyilas jegyében születetteknél, ahol szerződésekről van szó, beszélgetésekről van szó. De Vénusz bolygó az a bika jegyében van, kihat ránk hölgyekre, vagy kihat a szerelemre, és itt van egy belső bizonytalanság, tegyem vagy ne tegyem, tehát nem könnyű a szerelmi élet területén fontos döntéseket hozni, vagy hiányzik a biztonság érzete. Kihat az anyagi biztonságra is. Mars bolygó az a kos jegyében mozog. Mars bolygó utal az élet erőre, vagy egy férfire. Mivel Mars bolygó a tűz elemében van, a kos jegyében, és a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Tehát meg lesz az életerő, a lelkesedés, a szerelemben a szenvedély, a testi kapcsolat. Jupiter bolygó az a halak jegyében van, az indiai asztrológia szerint, és ez nincs jó hatással a nyilas jegyére. Itt igazságtalanságokról van szó, vagy arról, hogy van egy bírósági ügy, és nem mennek előre a dolgok, vagy igazságtalanság értéket. Ami Szaturnusz bolygó mozgását illeti, itt megvan a harmónia, itt lesz egy jó változás, lesznek sors döntő döntések, találkozások, vagy változások, itt meg lesz a levegő eleme, a könnyűség, jól hat ki a nyilas jegyére. Július 13-án teli hold van, mégpedig Nunki csillag hatása alatt, és ez a Nunki csillag utal egy olyan helyre, ami erőt ad számodra. Megtalálod a helyedet az életben. Július 28-án új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, mégpedig a kapcsolatokat illetően. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad, ez kihathat egy bírósági ügyre is, ahol megállnak az események, vissza kell pillantani a múltba, még átdolgozni, átvizsgálni valamit. Mielőtt közölném azt, hogy mit üzennek a kártyák, elmondanám azt, hogy ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. És most megtekintjük a kártyákat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen.
A fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt ez a hegy jelenti a téli hónapokat, abban az időben voltak még nehézségek, nem mentek előre a dolgok. Ez a hegy jelentheti a problémákat is, különösen ami a munkát és a hivatást illeti, hiszen ez a horgony a munkát, a hivatást szimbolizálja. Itt lesznek változások, mert a kólyák utalnak változásokra. Ez a kártya megjelenik itt a gondolataidban, tehát azon töprengsz, mit tudnál változtatni a munkádat, a hivatásodat illetően. Itt fölötted a virágcsokor jelenti a nőiességedet, a szépségedet, a szerencsét, egy kellemes meglepetést, vagy egy kreatív tevékenységet, gyakran szimbolizálja egy magán cégnek a kialakítását. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket. A múltban ez hiányzott, hiszen úgy érezted a téli hónapokban, hogy mások átlátnak rajtad, nem kapod meg az elismerést, akár mit, hogyan teszel, jó szándékokkal, mások úgy eltávolodnak tőled. Kevés volt ez az elismerés, és ez rabolta az élet erődet. Viszont most aktuálisan látható az, hogy változik a helyzet, lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, megkapod az elismeréseket, itt előre mennek az események, lesznek sorsdöntő találkozások, ajánlatok, változások, és meg lesz újra az életerőd, és a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentetik az asztrológiát, egy spirituális területet, és a virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet. Itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy jó ajánlat, ez lehet most egy munkahelyi változás. De mivel egy sorban megjelenik a ház, és itt a változás, és a kulcs a házhoz, ez lehet egy költözés is. Ez a ház ott van az erdő mellett, vagy egy szép környezetben. Mivel itt megjelenik a sarló, az jelentheti azt, hogy minden úgy történik abban a pillanatban, amikor nem is számítottál rá. De a sarló jelenti azt is, hogy valami elmúlik, valamitől elbúcsúzol. Ez lehet, hogy a sarló elvágja ezt a hegyet szimbolikusan, és eltávolítja a problémákat vagy a gondokat. Itt a sarló alatt megjelenik ez a torony, ez jelenthet korlátozásokat, de ez is elmúlik, hiszen a sarló eltávolítja ezt a kártyát. Az egerek segítenek ebben, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek felfalják ezt a tornyot, eltávolítják a korlátozásokat. Ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog is, de ez is itt lezárul. Mivel a torony alatt megjelenik a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is, de ez is le lesz zárva. A torony fölött a fa jelenthet egészségügyi témákat is, és akkor a fa, a torony együtt jelenthet kórházat,
és ez a sarló jelenthet operációt is. És ez valaki a családból, hiszen a ház nem csak az otthonodat jelenti, hanem a környezetedet, a szomszédokat, vagy valakit a családból, hogy itt van kórház, esetleg operáció, de mivel az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat, akkor jelentheti azt is, hogy nem szükséges ez az operáció, hanem itt vannak a lehetőségek, kinyílik egy új ajtó, itt vannak a változások, az életerő, és itt van a gyógyulás, ugyanúgy, ahogy a fa jelenthet szintén gyógyító erőt is. Mivel a gyógyulás mellett megjelenik a hold, és gyakran utal anyai témákra, esetleg lehet az anyukád, de ez nem biztos, hiszen a hold jelenti általánosságban az érzelmeket is. Itt mögötted megjelennek ezek a kártyák, és ez a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, ami itt szerencsét hoz, kihat az érzelmeidre. A koporsó jelentheti azt, hogy bizonyos témák lezárulnak, vagy azt is jelentheti, hogy a múltban minden olyan nyugis volt, nem történt semmi, de az egerek eltávolítják ezt az időszakot, és akkor így előre mennek az események, amire ez a hajó is utalhat. Persze jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Itt a háttérben megjelenik a ravasz róka. Az lehet, hogy voltak döntések a múltban, ami nem tett jót neked, nem volt előnyös, de ez a ravasz róka lehet egy személy is, például ez a kígyó, ez a hölgy, aki úgy figyelget téged. Itt van az ostor, az azt jelenti, ez a nő meg akar bántani téged, vagy ő sértődött meg, és úgy közli, vagy úgy gondolja, hogy te sértetted őt meg, te bántottad őt meg. Itt vannak még ezek a korlátozások, itt a ház, ez a nő, akkor ott van a környezetedben, vagy valaki a családból, mivel a hold az anyai érzelmekre is utal, ez lehet anya-gyermek kapcsolat, lehet az anyukád is, vagy valaki a környezetedből, de itt van ez a kála virág, és az azt jelenti, itt kitisztul valami. Vagy te kérsz bocsánatot, mert te sértetted őt meg, vagy fordítva, hogy ő sértett téged meg, ő kér bocsánatot, és itt tisztázódik valami, ami szerencsét hoz kettőtök között, kihat mindkettőtök érzelmeire, és mivel eddig nem beszéltetek egymással, hiszen itt van ez a koporsó, ez a csend, ez elmúlik, újra lesz kommunikáció, hiszen az egerek eltávolítják a koporsót, az egerek eltávolítják a korlátozásokat, és akkor itt rendeződik valami kettőtök között. Ha egy hölgy vagy, ebbe az irányba tekintesz, itt előtted van a könyv, utal a tudásodra, vagy egy továbbképzésre, esetleg a gyermekekre és az iskolára. Ez a könyv jelentheti a titkokat, a zárkózottságot, és emiatt valami számodra itt átláthatatlan, hiszen a felhő az, amit észreveszel, a felhő ott van előtted. Mégis lesznek itt kapcsolatok és fontos döntések. A felhő, mint egy időkártya, fél évet jelent. Gondolj vissza arra, mint hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a szituáció
vagy ez a kapcsolat visszatér hozzád, a gyűrű jelent valamit vagy valakit, aki visszatér. És mivel ez a téma újra ott van előtted, itt tisztázódni fog valami, hiszen a nap egy vonalban van a felhővel, tehát láthatóvá tesz valami, átlátsz a dolgokon, itt döntésekről van szó, erre utal ez a kereszt, amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt van ez a mozgás. Nem csak a kereszt jelenti a döntéseket, hanem az utak is. Itt van előtted ez a kártya, melyik irányba kellene mozogni. Fél évvel ezelőtt ez még minden átláthatatlannak tűnt, és ez a könyv utalhat zárkózottságra, vagy a titkokra is, de most július végére kisüt itt a nap, láthatóvá tesz valamit, lesznek itt fontos döntések, különösen ami a szerelmi életet illeti, hiszen az utak egy vonalban vannak a szívvel és a lelki társaddal, ezzel a férfival, és itt a madarak jelentik a kommunikációt, a nap pedig a vonzalmat, vagy azt is, hogy kitisztul itt valami. Ez a férfi itt a szélén van a kártyáknál, eltekint a lapoktól, és ez jelenti az ő tartását, hogy minden olyan sok számára. Ő nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra, vagy nem akar valamiről hallani, hanem eltekint mindentől, de mégis látható itt a kommunikáció, a döntések és a szerelem. Akkor is, ha megpróbálja ezt a szívet úgy elnyomni magától, mégis látható a vonzalom kettőtök között, és akkor itt lesznek a változások, és ez a kellemes meglepetés vagy ajándék, ami megjelenik itt a gondolataidban, és az ő gondolataiba a beszélgetés, a nap, tehát nyíltan beszélni bizonyos dolgokról, és itt a közelben van ez a horgony, az jelentheti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni, vagy jelenti a munkát, a hivatást is, tehát kihat rá is, kihat rád is, ez a horgony. Itt lesznek változások, előre mennek a dolgok, itt lesznek fontos döntések vagy kapcsolatok, amit ez a kártya itt még jelent, a mozgás, az lehet sport vagy autó is, például egy autónak a vásárlása, hiszen itt van ez a gyűrű a szerződések, és a halak jelentik az anyagiakat. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek, mert nem kaptad meg az elismerést. Júliusban lesznek változások, kiderül az igazság, lesznek fontos beszélgetések, különösen ami a munkát, a hivatást illeti. Itt vannak a lehetőségek, vagy egy jó ajánlat, lesznek változások, de nem csak a munkát illetően, hanem a házat illetően is, és ez utalhat a te otthonodra, vagy a családra. Itt megtalálod a helyedet az életben. Az is lehet, hogy kiépítesz itt valamit, mint például egy magánvállalkozás, és akkor itt lassan lesz növekedés, ami gyümölcsözni fog. Ez a kártya utal egészségügyi témákra is. Második hét július hónapban itt látható, ő eltekint a dolgok felől, magával foglalkozik, nagyon titokzatos, de mégis tudja azt, hogy itt fontos döntések lesznek.
hamarosan lesz itt egy új kezdet, itt előre mennek az események, megkapod az elismerést, lesz egy kellemes meglepetés, nála újra ott lesz az életerő, a szerencse, és ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, ez lezárul, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kártyát. Harmadik hét, július hónapban, ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, itt lesz tanulás, továbbképzés, kapcsolatok, mind az, ami fél évvel ezelőtt olyan átláthatatlannak tűnt, most kitisztul itt valami, lesznek komoly döntések, különösen ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti. Itt van a háttérben egy hölgy, de lehet két különböző hölgyről is szó. Az egyik szerencsét hoz neked, jó a kapcsolat kettőtök között. A másik hölgynél itt van a ravasz róka. Ez a nő lehet egy barna hajú nő, aki magas és vékony, valaki a családban vagy a környezetedben, és ez a nő vagy megsértődött, vagy ő akar megsérteni téged. Mindez kihat az érzelmeitekre, esetleg az anyukádra, de ez lezárul, ez a kapcsolat, hiszen a koporsó lezárja ezeket a témákat, és az egerek eltávolítják ezeket a korlátozásokat. Utolsó hét, július hónapban, itt a gyermekek állnak a középpontban, vagy egy új kezdet, egy új lehetőség, lesz egy fontos hír, vagy szerződések, ez kihat a szerelemre, kihat az anyagiakra, itt lehet nyereményről szó, valaki hamis a háttérben, vagy megbántott téged a múltban, ez most itt tisztázódik, itt lesznek újra jó kapcsolatok, barátságok, vagy lehet egy barátnő is, hiszen a kígyó egy vonalban áll a barátsággal, itt van az életerő, a változások, hogy itt valami tisztázódik kettőtök között, lehet, hogy a barátnő téged megbántott a múltból, visszatér hozzád, újra van kapcsolat, és akkor itt tisztázódik valami. A hajó jelenti a reményt, de jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. A párkapcsolatot illetően ez a kártya jelenti a lelki utat, egy lelki kapcsolatot mély érzelmekkel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!